Na sziasztok, fiúk és lányok, szeretnék bemutatni nektek egy kütyüt, amit használok. Ez nem más, mint a Bluetooth-os kommunikáció. Ugye nekem ebből kettő darab van, ez lehetővé teszi a két motoros közti kommunikációt, illetve utas és vezető közti kommunikációt. Ez nem más, mint a BT Intercom 800 méteres változata. Ezt lehet venni egy darabként, illetve lehet venni párban, mint ahogy láthatjátok. Beszéljünk egy kicsit először is az aksiról és a töltésről. Kb. Fél óra töltéssel bír ki 3-4 óra aktív használatot, aktív használat alatt itt a zenehallgatást, illetve telefonálást értem. Egy rendes feltöltés után körülbelül egy egész napig bírja aktív használat mellett, viszont hogyha mit tudom én, csak munkába vagy iskolába mentek, és csak akkor hallgatjátok a zenét rajta, akkor igazából majd egy hétig, de inkább másfél hétig bírja egy töltéssel. Na lássuk, mi is tartozik ez a kommunikációhoz. Ugyebár kell valami, amivel tudod rögzíteni, ez nem más, mint egy ilyen kis rögzítőeszköz, ami jár a csomagba, ebből két verzió van. Ugye van egy öntapadós, ami például az én bukós isakomon van, illetve van ez a bepattintós változat. Ez nagyon egyszerű felszerelni, igazából kilazítod itt a hátulján a csavarokat, mind a kettőt, ekkor szét lehet húzni egy picit, és a bélés és a bukó burkolata közé lényegében csak így bele kell nyomni. Majd újra meghúzod a csavarokat, és ott fog állni fixen. Ugye erre lehet rátenni magát az adóegységet, adóvevőegységet, egy egyszerű mozdulattal belepattintod, hátratolod, majd letolod. Ez úgy áll rajta, hogy ezt senki nem veszi róla. Haladjunk is tovább. A következő az maga a fülhallgatók, illetve a mikrofon rész. A mikrofonon láthatunk egy szivacsot, ez ugye a szélzajállán van. Ez lenne maga a hangszóró. Ennek a hátoldalán találhatunk egy tépőzáros bevonatot. Tépőzárpárnákat amúgy, vagyis ilyen matricákat adnak a szerkezettel együtt. Nagyon fontos, hogy mielőtt vesztek egy ilyet, ellenőrizzétek le, hogy a sisakotokban van-e belül hely, kialakított hely. Mert anélkül kicsit nehézkes lesz bele szerkeszteni. Illetve bele lehet, de ahhoz meg kell rongálnatok belül a szivacsot, ami nem egy jó dolog igazából, meg egy elég kókány munka. Most tehát ugye van ez a két hangszórunk, ezek úgy működnek, hogy a rövidebb végű fog arra az oldalra kerülni, amelyik oldalra fel akarod szerelni ezt az adóvevő egységet, mert ugye ezt kell beledugni a egység aljába, a hosszabb pedig értelemszerűen a túloldalra. Így található a csatlakozó alul. Ez egy elég speckó, hát mondhatnám úgy, hogy kínai csatlakozó, úgyhogy nem igen lehet hozzávenni utángyártott aksi töltőt. Úgyhogy arra nagyon vigyázzatok, hogyha egyszer egy ilyet vesztek, mert pótolni sajnos nem lehet. Hiába van ilyen kinézetű csatlakozótok, azzal nem fog töltődni az egység. Elég egyszerűen össze lehet a kettőt kötni, ugyebár fogod, belepattintod és kész is. Akkor nézzük, hogy is működik. Ugye itt a bekapcsológomb, hosszan megnyomod, elkezd majd kéken villogni. Ez azt jelenti, hogy bekapcsolod, illetve kb. Két pillanat alatt megtalálja a kapcsolatot a telefonoddal, és már szólhat is a zene. Következő gombunk, akkor van egy telefonjelzés található, ami értelemszerűen arra való, hogy felhívjál valakit, ezt nagyon hosszú nyomással tudod elérni, és a hívás listádból az utolsó embert fogja felhívni vele. Illetve, hogyha téged hívnak, egy gombnyomással fel tudod venni a telefont. Illetve, hogyha nem szeretnél senkit felhívni, és téged sem hívnak, akkor egy gombnyomással el tudod indítani a telefonodon a zene lejátszást. Ami viszont egy nagyon jó dolog. A zene lejátszásnál, illetve a telefonbeszélgetéseknél, ennek a gombnak az előre, illetve a hátra tekerésével tudsz hangerőt csökkenteni vagy növelni, illetve
a gyors mozdulattal, egy előre vagy hátra gyors mozdulattal tudsz zenét váltani. Tehát előre vagy hátra tekerni a zenék között. És akkor nézzük meg most azt, hogy hogyan is lehet a kettő egységet összepárosítani, az sem lesz sokkal bonyolultabb. Úgy néz ki az egész történet, ugye? Mind a kettőn itt van ugye a bekapcsoló gomb, ezt elkezdjük hosszan nyomni. Meg kell várni, még először bekapcsol mind a kettő, és elkezd kéken villogni, majd kék és piros villogás alakul ki mind a kettőn. És ilyenkor el kell engedni a bekapcsoló gombot, és csak az egyik egységen megnyomni újra a bekapcsoló gombot egyszer röviden. És már láthatjuk is, ahogy összepárosult a két eszköz. Innentől kezdve élő kapcsolat van a kettő között. Ugye ezek 800 méterig használhatóak, 800 méteren belül egyáltalán nem tapasztaltam eddig szélzajt, recsegést, ilyeneket. Ahhoz képest, hogy ez egy olcsó intercom, szerintem nagyon megbízható, vízálló, az aksia is nagyon rendben van. Ami pici negatívumot tudnék róla mondani, az viszont az, hogy nekem kb. 2 év használat után az egyiken kicsit kontakthibás lett a csatlakozó, viszont még így is mind a kettő fülhallgató működik tökéletesen. Viszont halk hangerőn nem lehet hallgatni, mert olyankor csak az egyik szól. Ezt nem tudom, mi okozta vele, mi okozta igazából. De hát ennyi legyen a legnagyobb baja ennyi pénzért. Hogy hogyan is néz ki az én bukós isakomban ez az egész? Ugye, belenézünk a bukomba, láthatjuk, hogy ott van a maga a mikrofon, láthatjuk ott benn magát a hangszórót. Nekem van benne kialakított hely, és van benne egy párna, amit fel lehet hajtani, én viszont jobb szeretem így, hogyha a párnán kívül van a hangszóró, sokkal jobban hallom így a zenét igazából, meg a telefonhívásokat. Én ezt az utat választottam. Az összes kábel igazából a bélés, illetve a párnázat mögé van berejtve, végig körbe a bukósisakon, ugye itt jön ki, és csatlakozik bele az egységbe. Itt van ugye az általam említett öntapadós tartó, ez lenne az. Ide is teljesen egyszerűen fel lehet csatlakoztatni a szerkezetünket. Lepattintjuk, és ez innen el sem mozdul. Hát ennyi lett volna ez a kis videó. Remélem tetszett nektek. A kommunikáció pontos nevét és eBay linkjét beteszem nektek leírásba. Iratkozzatok fel Facebookra, YouTube-ra, Instára, mindenütt. Széles utat nektek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!